Dicső Zsolt, Tompa plusz Garai. Jelen s jövendő Hernádkak és Szekszárd viszonylatában. Ültek az asztalnál hárman. Tompa, Garai, Franciska. Lesz maga just is majd vidám pávaház, gyűjtemény, Miska, s kaknak, országnak hírese, bukta szerelmesen Ciska. Szindús a jövő, de élve költeni jobb, mint kifingva híresnek lenni. Gazdag a jövendő, de a ma fia koldus. Éltessen engem most a Magyar Akadémia! Poharakba bort tölt, szétnéz, s hegyeset köp Tompa Miska. Ültek az asztalnál hárman. Garai, Tompa és Hári. Szekszárdon lesz maga utca, gimi, szobor, szülőház is, s ne feledjük, Bikavérnek hívják-e bort sok évszázig. Előttük pohárban borral jósolta, prüsszintve Hári. Garai röhögve mondta, kezdhetik felőle már is, mert szarva le az utókor, kell hódítani a mát is. Adják most a szobor árát, s írok sok posztumusz hárist. Tabló. Keresvén tünet okát, tanár úr összehúzza homlokát, s szól megfontoltan. Véleményem ez. A dolog merőben valószerűtlen. Vagy